Ketten együtt 100 éve énekelnek. Jó estét kívánok! Nem én akarom őket öregbíteni, vagy öregíteni, mert hogy ezt ők állítják magukról. Megjegyzem egyébként, hogy azért külön-külön is igencsak büszkék lehetnek a 40 meg a 60 éves pályafutásukra, miközben magukat már csak együtt értelmezik. A nap 24 órájában elválaszthatatlanok, mindig mindent együtt csinálnak, és ha egyikük bajba kerül, akkor a másik kihúzza belőle. Szerintem ennek is köszönhető, hogy folyamatosan feljebb és feljebb jutnak és szárnyalnak. Egész egyszerűen sugárzik róluk a derű és az életöröm, és perceken belül képesek mások arcára is mosolyt csalni, pedig elméletileg nem csinálnak nagy dolgot, csak énekelnek. Azért jelezném, hogy próbálják meg egyszer utánuk csinálni, és akkor majd mindjárt rájönnének, hogy ez a csak, ez egyáltalán nem olyan egyszerű. A Krizsó színpadán fogadják nagyon sok szeretettel Balázs Klárit és Korda Györgyöt. Foglaljatok helyet nálunk! Szervusz, Gyurika! Hát hihetetlen, még semmit nem csináltatok, és már vastapsot kaptok. Ezt nagyon köszönjük, nagyon jól esett. Köszönjük szépen. Gyuri, nemrég kaptad meg Budapest díszpolgára kitüntetést, úgyhogy először is engedd meg, hogy sokunk nevében? Sokunk nevében szeretettel gratuláljak ehhez. És egy nagyon érdekes dolog, hogy nagyon sok tudósítás született ezzel kapcsolatban, és mindenhol kiemelték, hogy a könnyekig meghatódtál és elérzékenyültél, miközben azért tegyük hozzá, hogy rengeteg díjat kaptál már életedben. Igen, de ez nem csak váratlan volt, mert azt sem tudtam, hogy valaki felterjesztett. Aztán később megtudtam, hogy a második előtti polgármester úr terjesztett föl. De olyan váratlan volt, hogy szívbe markoló volt. Tudom, minden díj nagyon szép, de ez egy nagyon nagy kitüntetés, mert ez nem csak egy kitüntetés, hanem kötelezvény. Budapest díszpolgárának lenni, kötelező úgy élni és úgy működni, ahogy egy igazi polgárnak kell, és én megteszem ezt. Isten bizony. Gyuri, egyébként te elérzékenyülős típus vagy? Tehát könnyen sírva újabban. Fakad? Újabban. Már régen is ilyen voltál, Gyuri, bocsánat. A igen? Filmeknél szoktam észrevenni, hogy... Mert hát én nem ülök úgy gyakran oda mellé, mert közben én sertepertélek, csinálom a dolgaimat, és akkor azt mondom, és akkor oda nézek, akkor ajaj, mondom, itt valami nagy dolog történt. Nem baj, hogy elárultál. Sokszor egy váratlan szerelem, egy kis kutya, egy ember. Igen, újabban elérzékenyülök. Régebben... Nem olyan nagy szégyen, ez Gyuri, hát most miért? Nincs. Hát, egyébként nem vagyok síros, de régebben például volt egy karácsonyi film, a Nyomorultak, ami minden karácsonykor ment és megnéztem. Ez a Jean Gabin. Jean Gabin féle. És akkor mindig jöttek a könnyek. Egyébként mi az, ami a legjobban megnevettett titeket, hogy akkor most már ne csak a könnyekről legyen szó, vagy a sírás könnyeiről? Rengeteget nevetünk együtt. Hát sok mindenen. Hát legjobban, mondjuk én legjobban saját magamon tudok szórakozni, szóval... De hát, hogy hirtelen nem tudom, hogy mi az filmeken, lehet, vicceken... Lehet, ha meg annyian szórakoznak. Nem hiszem, hogy van még, amit nem szedtek le róla. Mire gondolsz? Már hát, hogy ez a paródiákban. Hát az, hogy a kártyapartnerim azt mondják, Klárikám, hol van? Úgyhogy... De jó, de egyébként tényleg nem lehet titeket egymás nélkül elképzelni, tehát olyan szinten összenőttetek. Igen, az nagyon érdekes. Ez jó vagy rossz?
Hát ezt nehogy már én mondjam meg neked. Hát most szerinted... ez jó vagy rossz, Gyuri? Most valljál szín. Na hát most itt mindenki előtt. Borzasztó vagy. Jó. Hát Gyuri, hát most... holnap tudod, mit kapsz enni? Hát nem én, mi? Tudod, ki vasalja ki a fehér ingedet? Hát miért? Hát, én tényleg azt mondtam, de hogy nem jó. Volt benned öröm. Érted? De. Na, én nem szégyellem elmondani, tudjam, és nem szégyeltem elmondani egy interjúban, amit tegnap készítettek, hogy igen, az, hogy én ilyen ember lettem, amilyen vagyok, ezt a feleségemnek köszönhetem. Na, most azért... Akkor mégis kivasarod az ingét. Mégis csak lesz fehérig holnap estére. De egyébként ez most komoly, hogy te vasarod az igen, ingeit, tényleg? Abszolút, igen. Hát annyi inget hord, hát ez hogy hát, igen. Hát van, amikor mondjuk most tegnap előtt 18-at vasaltam ki, ezt az egyet, ezt ma reggel, mert ez nagyon, ugye, manzsetta gombos, kényes dolog. Hát, mit csináljunk? Inges a férjem. Hát többit is ő vasalja. Nem, a mosás-vasalás, azt senkinek nem adom át. És mit csinál neked, Gyuri? Mert egyébként, már bocsánat, de hogy elég sok... Gyurikám, édes, intimitásokat ne. Tudod, a bulvár sajtó rákap végünk van. Szilvi kérdezett. Már milyen érte, hogy ő... Én meg nem értettem. De azt el kell... Miért csinál nekem a... Te vagy a Gyuri, tehát hogy mit csinálsz? Én mit csinálok neki? Gyurikám, édes... Értette, hogy tehát, ha arra gondolsz, ő gondoskodik rólam, de szó szerint. Szóval én hajlamos vagyok arra, hogy reggel fölkelek, elindul a nap, és például elfelejtek enni, elfelejtek dolgokat, és azt mondja, édesem, van valami kaja itthon? Mondom, Gyurikám, ne haragudj, nem volt időm főzni. Jó, halló, a feleségemnek szeretnék, és akkor rendel 8 ételt. A feleségem éhes, tudod? És akkor, tehát, hogy ő vigyáz rá, hogy én biztosan egyek például. De most azért megkérdezem őt is, hogy mit gondol erről, hogy ő mit csinál neked? Mert ezt te most olyan szépen mit csinálsz elmond. Nekem, Gyuri? Hát mivel kedveskedsz? Most azon túl, hogy fölemeld a telefont és ételt rendelsz. Nem, hát azért azon felül is vannak dolgok. Hogy mondjam, a napi teendőkben nem veszek részt. Az a jobb, az a biztos. Nem mosok. Nem vasalok, nem takarítok, a mosogatógép nem főzök. Nem mehet. Míg egy tojás rántottát se tudok megfőzni. Az nem baj. De azért vannak dolgok, amiben tudom segíteni a Klárikát is. Most egyet ez... mondj. Én nem sem imádlak, ne haragudj. Ez úgy kijött. Azért az előbbiért tudod még, amikor ottan... Nem volt öröm az arcodon. Nem, egyet mondja, köszönöm. Ne mondjam egyet, Gyuri, hát annyian várunk erre. De most már utána kell gondolnom, nem zavartatok. Nem könnyű így ám egy ilyen keresztül, két lányjal, és mindenkinek vágám az agya, rendesen. Az igaz, hogy te szórakozott vagy? Hát enyhénk szólva, igen. Ajaj. Na, mondjad. Ha elmondjam. Jaj. Jó. Szórakozott, tényleg szórakozott, de a kérdezted, hogy mind tudunk nevetni. 3-4 évvel ezelőtt még nem volt kötelező a sárga taxi. Tehát, hogy sárgára felség, és egy bizonyos... bevásárló központ előtt volt egy taxi droszt, hátul állt egy taxi, elől egy másik. És az elsőhöz mentem, egy hölgy, elég érdekes ruhába, ilyen bőrruhába, ott telefonált. Mondom, hölgyem, ön az első? Azt mondja, én. Gondoltam magam, akkor tedd le a telefont, ha is vigyél el. Letettem a... Nem tudom, tudja, hol a szállodám, a hotel villakordás. Hogyne, ott szoktam a kutyát sétáltatni. Milyen mazli van, mondom, akkor vigyen el. Elvitt, és közben azt szoktam mondani, ugye, mert nagyon közel van a két, a szálloda meg az a bevásárló központ, és mindig azt mondom a
sofőrnek, hogy egy rövid lesz, de nem fogja megbánni. Mondom, a hölgynek azt mondjam, egy rövid lesz, nem fogja megbánni. Ezt elmondtam négyszer. Már majdnem ott vagyunk, azt mondja, hogy művész úr, én nagyon szívesen hazahoztam magát, de én nem vagyok taxis. Hát mondom, micsoda? Hát az oda mentem telefonálni, mert múltkor a másik oldalon megbüntettek. Nekem eszembe jutott, úristen, ötször elmondtam neki, hogy egy rövid lesz, nem fogja meg. Azt mondjam, nehogy valakinek elmondja. Snit. Folytatás. Pár hónappal ezelőtt egy nagyon elegáns reggeli üzletasszonyok reggeliére voltam meghívva, mint vendég, és tényleg nagyon-nagyon befolyásos, csinos üzletasszonyok ültek, 12-en voltunk, és én voltam a dísz pinty, akit faggattak, és mellettem ült egy nagyon csinos nő, és nagyon szimpatikusak voltunk egymásnak, beszélgettünk, és azt mondja, mondhatok valamit? Mondom, igen, de nem haragszol meg? Mondom, de hogy haragszom meg? Képzeld, én voltam a taxis. Én, hát mondom, jaj, de édes vagy, az, te képzeld el, hát azóta is mesélem mindenkinek. Azóta is mesélem mindenkinek, hogy a te férjed milyen édes. Te is tudod, megmondom neked őszintén, hogy ahogy vittem haza, te annyira erős kisugárzása van. Azt mondja, a parfümje meg az egész... Parfümje? Életemben nem használtam parfümje. Azt hiszi, hogy lehet, hogy dezodor volt, amit érzett. Nem tudom, az édesem. Nem az a lényeg. Azt mondta, hogy milyen erős kisugárzásod van. Hát nekem ez tetszett. Nem. Vagy egyébként féltékeny? Típus? Nem. Ha el lehet vinni, úgyis elviszi. És te, Gyuri? Én sem vagyok igazán féltékeny. Nem azt mondom, hogy nem féltem, de féltékeny nem voltam. De... Esküszöl, legalább egyet mondj már. Egyszer kint voltunk Amerikában, ja. Még akkor kezd el, még a szerelmünk hajnalán nem, már volt, a feleséged voltam. Az élő memória. Én meg már akkor vagy ötször voltam kint, de először voltunk együtt is. Hát volt rajongó táborom. És mondom, Klárikám, ne áruljuk el, hogy összetartozunk. Tudod, nem kell az a koncertnek, nem tesz jót. Én mondtam, jó. És meg voltunk hívva egy vacsorára, és ott egy fiatal ember ott nagyon szorgoskodott körülötte. Itt is ettünk. Én meg belenyúltam a tányérjába, és valamit tettem. Mondtam, kolléga, az a kolléga, ne legyen a tányéromból. De ez a fiatal ember eljött utána Magyarországra, megkérte a kezemet, igen. És itthon tudta meg, hogy én az ő felesége vagyok, szóval az egy kicsit durva játék ez volt. Ez volt az egyetlen. De te miattad szenvedett ez a szegény fiatal ember, mert te találtad ki ezt az őrültséget, hogy hát ne verjük már nagy dobra, hogy mi akkor együtt meg... Kolléga. És akkor hol voltak a rajongó hölgyek, darling? De nem itt tudom. Szoktatok egyébként szívódni? Persze. Ott van is egymással, igen? Hogyne? Az nem zavart, hogy Klári még mindig az első férje nevét viseli? Nem. Nem. Úgy ismertük egymást, én ismertem az első férjét is, aki egy nagyon értékes, kitűnő művész ember volt. És... Én ezt tiszteletben tartottam, miért kéne? Nézd, azért volt ennek egy olyan tere, ugye megismerkedtünk, összeházasodtunk. Mindenki mondta, hogy miért nem vagy Korda Klári? Mondom, mert Kordából egy van. Úgyis állandóan azt hallottam, hogy a kis érdekliba, tudod, ez a jó indulat, ez úgy jött mindenfelől. És én úgy gondoltam, hogy... nem jó az. Hivatalosan Korda Györgyné vagyok, akkor még az úgy volt. És egyébként pedig megtartottam ezt a nevemet. Akkor még kellett szerezni előadó művészi működési engedélyt, és nekem mind a kettőben az van, hogy Balázs Klári. És így én ezt
Tehát hogy én ezt nem érzem olyan cikinek. Ellenben külföldön mindig Korda Klárinak hívnak. Tehát, meg most is van olyan e-mail címem, ahol Korda Klári, vagy olyan névjegykártya. Úgy is tudják, hogy mikor először voltunk Kína Amerikában fellépni, nem ismerték a Klárikát, és Korda György műsora, és ja. Az volt kírva, fellép Balázs Csárli. Igen. És én kijöttem hosszú estéjében. Néztek, ez a Csárli. Csárli, nőimitátor lehet, vagy mi? Hát igen, vannak ilyen érdekes dolgok, de... Különben egyébként neked mi az eredeti neved? Boros Klára. Boros Klára vagy? Uh-huh. Mert hogy te neked meg az eredeti neved Klein György, vagy Klein György. Én? És hogy mikor lettél Korda, vagy miért pont Korda lettél? Azért, mert... Nem tudom. Azt hiszem, jelentkeztem a színművészeti főiskolára, mert egyébként vegyésznek tanultam, csak éreztem valahol, hogy ez nem lesz az én jövőm. Vagy fölrobban mindent. Mert rémisztő, mit műveltem ott az iskolában. Nagyon szerettek. A 4 évet 5 évig járatták. Tehát muszáj, a harmadik van, még egyszer. És akkor jelentkeztem színművészeti főiskolára, ahol a 3. vizsgán kiestem, és apukám azt mondta, ezzel a névvel nem nagyon lehet itt jelentkezni. Először mit legyünk, mondom, Károlyi. És úgy mutatkoztam be, hogy mindenki, Károlyi György. Milyen apám azt mondja, figyelj ide, ez kilóg a lólám, ez a Károlyi, ez nem jó. És így lettem valahogy Korda. A vegyipar technikum, volt egy osztályfőnököm, aki disszidált annó Németországban, és hazajött, mit tudom, 15 év múlva már híres énekes voltam. És a belvárosban forgattuk a Mamma Maria, voltam már. A Mamma Maria videóklipjét. Tehát egy szigorú volt, mindig éltem, féltem tőle. Egyrészt, mert nem tudtam soha semmit. Egyszer csak forgatok, körültem az emberek, egy Stentor Young. Klein, mit csinál maga itt? Tanár úr! Ja, a gyerek Klárika, itt a tanár úr. A tanár úr. Olyan volt, mint egy kisgyerek. Teljesen visszajöttek szerintem a régi rossz emlékek. Jaj, de jó lenne. De nagyon aranyos. De jó lenne ismét ott lenni. Hát csodálatos. Jaj, most eszembe jutottak dolgok. Egyébként erről a vegyipartékokról sok élményem nincs, de... Nekik annál több, ezek szerint. Drága szüleim, épp mondtam magamban, Istenem, mennyit pironkodtak miattam, mert megvágtak 3 tantárban. Pikkeltek rágyuk. Ezt megérhették volna, hogy az ő fiúk Budapest díszpolgára lesz. Mm. De büszkék lettek volna. Klári, te jó kislány voltál, ha már most egy kicsit gyerekkorozunk? Én nagyon szófogadó kislány voltam, de nagyon vagány voltam. Tehát én fáramáztam, elszöktem. Valahogy én már kicsinek is úgy éreztem, hogy én felnőtt vagyok. És nem kell vigyázni, és engem nem kell félteni. Egyébként ez be is igazolódott, mert nagyon nem voltam még 16 éves, amikor elkerültem otthonról, és meg kellett álljak a saját lábamon, és ez sikerült is, és erre nagyon büszke vagyok. Tulajdonképpen mindig azt mondom, hogy az én életem egy nagyon komoly sikertörténet. Tehát, hogyha én a most induló, pályakezdő fiatalok, lányoknak, van, hogy beszélgetünk, vannak helyek, ahol beszélgetünk, erről elmesélem, tátott szájjal hallgatnak, és egyedül Budapesten, és dolgoztam is, és miben jártál? Volt egy szép ruhám, és azt mindig kimost, és szóval, hogy ugye mindenki azt gondolta, hogy a vidéki lány fölkerül Pestre, és akkor mi lesz vele? Az lesz vele, amit ő megenged. Ez az én véleményem erről. Úgyhogy nagyon kemény volt a gyerekkorom is, és a tinikorom is. Úgyhogy én nagyon-nagyon megezződtem, és nagyon megbecsülöm mind a mai napig azt, ami van, akim van. És
tényleg ez egy nagyon tanulságos, de nagyon hosszú történet. Nagyon sok jó dolog történt velem, nagyon sok olyan dolog történt velem, ami figyelmeztetett. Tehát amikor nekem azt mondták, hogy vállalsz-e aktfotózást, és 17 éves voltam, azt mondtam nem, mert én egyszer híres leszek, és elő fogják venni a képeimet. És ez nagyon régen volt, akkor volt a Skála Ági, a Komjáti Ági, a modell, stb. Egy modelliskolában jártunk, és amikor a Gyuri felesége voltam, és megjelent egy olyan újság, hogy Kacsa, nem mondok nevet onnan, hogy ki bement az MTI-be, mert ott volt ez a modelliskola, és ott voltak a próbafelvételeim, a fotóim, és keresett rólam aktot. Hát mit gondolsz, talált? Hát nem. Én már akkor tudtam, hogy az az a pont, amit nem lehet. A jelek. Olyan érdekes dolog ez az ember életében, a jelek. Nem veszi észre az ember, hogy jelzést kap. Igen. Nem csak egészségügyi szempontból mondom ezt, hanem a pályán is. Hogy mondjak, egy jelet, ami így most jutott el csak az agyamig. Volt a Déri Jánosnak egy nagyszerű műsora, a Éjszakai kaszinó. És tényleg éjszaka ment. Ahol én blackjack-eztem, csak úgy lehetett tovább jutni, hogy blackjack-eztem a nézőkkel. Természetesen mindig úgy állítottam össze a lapot, most már elmondhatom, hogy nyerjenek. Mert igen, nagy dolgokat nyertek, igen. És megjelent egy újságcikk, az Esti Hírlapban egy fiatal hölgy írta, és azt írta, hogy soha nem gondoltam volna, hogy egyszer nekem Korda György fog egy televíziós műsorban a legjobban tetszeni. Hát ez látszott, hogy nem rajongom, az biztos volt, de a jel, hogy a kártyázással kapcsolatban valami fog történni. Ugye azt nem gondolhattam, hogy két kártyalapból lesz egy olyan karrierem, ami döntő az életemben az éneklés mellett. De ez egy jel volt. Vannak ilyen apró jelek. De ezt akkor azért még nem észleltetett. Nem, ezt most jutott el az agyamig, hogy akkor jött a jel. De hát ez a póker közvetítés egyébként adott neked egy... Póker kommentálás adott neked egy olyan új fellángolást, vagy fellendülést, nem? Teljesen értem, hogy egy másik karriert csináltam volna, és egy olyan egyértelmű karriert, mert ugye az éneklésnél az egy elég szubjektív dolog, önnek tetszik, nekem nem, azt mond, amit akar. Itt nem tud mit mondani, mert kinevetik, ha hülyeséget mond, és most lehet, hogy nagyképűnek tartasz. Európában ismernek, mint énekes sok helyen, de mint póker kommentátort az egész világon igen. ismertnek. Erről meggyőzöttünk, itt voltak van. Az Amelyen? Angolok is, igen. Claire, és te egyébként kártyáztál korábban, mert ezért soha. A póker kommente... Soha. És a Gyuri a Horváth Jánossal kezdett közvetíteni, igen. és én vittem a Gyurit a közvetítésekre, és az üvegfal mögül néztem, hogy mi történik. És kezdtem rájönni, hogy milyen jó kis játékes, és kezdem érteni. És ez nekem egy olyan sikerélmény volt, én megmondom őszintén, hogy és ebből egy szerelem lett. Tehát én kaptam valamit a sorstól, amit nem kerestem azelőtt, és soha nem kértem a Gyurit, hogy tanítsam már meg játszani, vagy valami. Ja, az ultira azt mondom, Gyuri, nézd meg, nincs negyediketek, tanítsam már meg engem. Azt mondja, nem, ez már késő van. Ez csak gyerekkorban, mondom, köszönöm szépen. Na, és a lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó játék, a Texas Hold'em. És versenyekre beszoktam ülni, és sikereim vannak tényleg? A póker versenyeken. És nagyon szeretem, a cash game, a pénzjáték nem érde. Jó, hát a versenyen nyerek pénz, szóval nem arról van szó, de az, hogy én ott üljek, és akkor rám hívnak meg, ezt én nem szeretem. A világ legnagyobb elméi mind nagy kártyások voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy ez megmozgatja az agyat.
magyart mondok csak. Jókai Mór volt a legnagyobb parokjátékos élete végéig. Liszt Ferenc, egy Whist nevű a francia kártyajátékot játszott Aponyi Albert gróffal élete végéig, és olyan szenvedélyesen, ha vesztett, fölrúgta az zongorát. Petőfi Sándor az a krajcáros preferanszot játszott. Igen. Ez a póker, ez egy abszolút demokratikus játék, mert hiába vagy te sokkal gazdagabb, mint én, ha egy versennyel elindulunk, ugyanannyi zsetonod van, mint nekem, tehát ugyanannyi sanszod van. Ugyanez például egy foci csapatnál, mondjuk a Real Madridnál, akinél összevásárolják a világ legdrágább játékosait, nagyon kevés csapatnak van sansza ellenük. Tehát ez egy demokratikus játék. Na, de hát... Nagyon régóta beszélgetünk, anélkül, hogy egy dal felhangzott volna, és én ezzel most azonnal szeretnék változtatni. No. Mi lenne, hogy most akkor Klári kezdene valamivel, mit szólsz hozzá? Énekeljen akkor... egyet, jó. Megengedett, Gyuri. Van egy kedvenc dalom, egyébként szeretnék elmondani róla csak annyit, hogy amikor először megkaptam ezt a dalt, úgy gondolkoztam rajta, hogy kik énekelték el eddig, hogy lehet ehhez közelíteni, mennyire leszek ebbe én. Én úgy megszerettem ezt a dalt, hogy már rég nem érdekel, hogy ki hogy énekelte. Én úgy érzem, hogy ez igazán az enyém lett, ez az én. Tehát, és akárhol elénekelem, mindenütt nagyon szeretik. Remélem, hogy itt is fogják szeretni. Ez most ki fog rögtön derülni. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledve, de csak általam lesz szeretve, csak is el lesz várva nálam kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog, minden pesti tűzoltó nevetni fog. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Csend, itt a Dixieland újra megjelent. Kop, most bevág a dob, senki nem nyafog. Négy negyedben a vidámság, nem valamilyen kiváltság, hát derűsen halt eme kis dalt. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Maga régen el lesz feledve, de csak általam lesz szeretve, csak is el lesz várva nálam kicsi babám. Mert az én szívem, ha egyszer titkon tüzet fog, minden pesti tűzoltó nevetni fog. Maga rég nem lesz a világon, mikor én még mindig imádom, mikor én még mindig járnék maga után. Hölgyek, asszonyom, egy rövid lesz, nem fogja megvárni. Ezt elmondtam négyszer. Már majdnem ott vagyunk, azt mondja, hogy művész úr, nagyon szívesen hazahozta magát, de én nem vagyok taxis. Az első élő adás. Egy rejtett kiskapu, hol órákhoz, hát vártam, hogy Jani jött, de nem jutott eszébe egy szó sem. A zsagnor hímet házisztály, elvezdek árda bejzesz miért, de a zsákot bárt.
Mi szoktunk néha előinterjúkat készíteni videóformában, és azt kirakjuk az én Facebook oldalamra, mint egy előzetesként. És elment a kollégám Kláriékhoz, és én nem tudom milyen indítatásból, egyszer csak Klári, a varázsfuvola éjkirálynője áriájából neki állt a saját étkező asztala mellett énekelni. És én most azt nem tudom megállni, hogy ne kérjelek meg, hogy legyél azt, olyan kedves, és mutasd már meg a kedves nézőknek, hogy az a skálám, azzal szoktam skálázni. Ja. Valamit akartam? Azt akartam mondani, hogy én mondtam, hogy neki minden napszakban de ez reggel szól a hangja, is. Mint a beton. Hát ezt tudja Balázs Klári, hogy így akartam volna jelezni. Egyébként úgy konferáltalak föl titeket, de titeket idéztelek, hogy 100 éve énekeltek, mert ugye 40 meg 60 éve vagytok a pályán, de ahhoz, hogy 100 év után is olyan legyen valakinek a hangja, mint a beton, azért arra vigyázni kell. Tehát, hogy ti mit csináltok, meg mit csináltatok azért, hogy ez megmaradjon, ez az adottság? Hát a légzéstechnika, ugye? Mondjuk 40 év, ezt tanulni kell azért, ez az éneklés az egy pálya, amit tanulni kell, mondhatnak, amit akarnak, meg én engem akkor tudok felpiszkálni és felidegesíteni, amikor leírják a tánctal énekes. És amikor valaki elpöfögi magát, az előadó. Igen, művész. Ezen szoktuk szórakozni. A betyár szentség, itt mondom neki. Beleférne a gond. Igen? Igen. Na jó, tudod mit? Na. Hogy úgy, mert igazából meghatározni hogy egy embernek azt, hogy kicsoda, micsoda, nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy én magam részéről slágerénekes vagyok, és habár ez nem annyira újságírók, stb. Szakértők szemében nem annyira egy nagy volumenű dolog, de mutatok, ha nem haragusztok meg, egy percet, még annyi sincs, egy 50 másodpercet, 69-ből, hogy milyen dalt énekelt az énekes. A táncdal énekes. A táncdal énekes. Engem még most is kiráz a hideg, mikor ezt hallom. De ez volt a kedvencem tőle, és a Maria, a West Side Story-ból a Mariát úgy énekli világszínvonalon. Gyönyörű. De ahogy ezt is megmutat, én ezt nem is tudtam, tehát ezt a kollega, hogy ezt mindjárt, tehát ugye ezt most hallottam, és átjárt a borzongás, hát de közben azt figyeltem az arcodon, hogy mintha visszamentél volna oda, tehát hogy átszellemült az egész arcod, megváltoztak a vonásait csak közben. Csak minden eszembe jutott. Egyet hát nem te voltál, aki eszembe jutott, hát akkor még Gyurikám, nem azért, hogy nem most itt forszírozzam, de a szomszédba jártam a Sámlira, a fesztiválokat ott néztem. Viszont azért te nem csak énekelni tudsz, és ez számomra nemrég derült igazából ki, hanem hogy verset is tudsz mondani, mert ugye az interneten meg lehet nézni, ahogy Gyuri Ady Endre Megöltem egy pillangó című versét mondja el valami hihetetlen átéléssel. És az az igazság, hogy tényleg mindig szoktam olyat csinálni, hogy nem beszélek meg, hát nem mindig, hanem igen, tehát hogy... Szóval elég nagy betűvel én ezt kinyomtattam, hogy esetleg nem emlékeznél a szövegére. Biztos, hogy nem emlékszem. De hogy kinyomtattam de ezt, hogyha nagyon tudod, szép... Tudod, mi volt ennek a oka? Fölkért egy tévétársaság, hogy szavaljam el, és én azért, mert Adi
év volt. Van. Van? Igen. Van. És én ezt a költeményt szavaltam, amikor felvételiztem a színvészét főiskolára, és most, mikor meg, tudjuk, sok verset olvasok mostanában, és rájöttem, hogy milyen igazuk volt, hogy kirúgtak. A világon semmit nem adtam vissza a szavakba azzal, amit a költő akart mondani. Ugye valahogy úgy vettem, megöltem egy pillangót, mintha tényleg így rátettem volna egy állatra a kezem. Tehát nem értettem igazán. Teljesen igazuk volt Várkonyi Zoltán a harmadik vizsgán. Rostán. Harmadik Rostán. Harmadik vizsgán. Nem. Rostán? Rostának hívták. Akkor kirúgott. Engem ma hamarabb. És most mit akarsz? Hát azt gondoltam, hogy mielőtt te nekünk is elmondanál. Én most szavaljak? Igen. Hát nem lehetne inkább énekel? Mondd el! Biztos örülnének, nem? Örülnének, látod. Megöltem egy pillangót. Adi Endre vers. Megölök egy pillangót. Ó, áldott isteni perc, szent kéje az ölésnek. Minden gyűlöletemért hal meg e színes féreg. Ki várja a holnapot, így várja azt a holnap. Vágjon elé a halál minden boldog mosolynak, szakadjon meg az erők kezdetén nagy vívásnak, ne legyen víg lakoma az élet mindig másnak. Tíz legyen minden arany, minden boldog csók méreg. Szárnyad van? Csapkodsz? Örülsz? Hát ezért öllek én meg. És boldog vagyok, mert öltem. Most már mindent csináltam, csak abban reménykedek, hogy táncolnom nem kell. Megkímélekedtem, nem kell táncolni. De azért jól esett elmondani ezt a verset, nem? Meglepődtem ezen is, de igen, most már értem, hogy mit akart adél. Na, nagyon nehéz vers, nem egy egyszerű vers. Ugye színész nem lettél, ahol kell a szöveg, de azért nektek a szövegre a dalokban is szükségetek van, és azért elképesztő nagy a repertoárotok, soha nem fordult olyan elő, hogy elfelejtettek valamit a színpadon? Vagy... Dehogy nem. De. Igen. És akkor mi van? Akkor mit csináltok? Súgunk egymást. Egyet elmondok. Én majdnem 1000 dalt énekeltem el életemben. Most már csak 200-ra emlékszek, úgy meg, mert nem is olyan érdekes. Volt egy nagy slágerem, az volt a címe, Behár György dala volt. Rozsdelepi már az emlékeimet, régen, mert nem tudom, emlékeznek rá. Nagy sláger volt. És ez... Mindig így kezdődött, ratatatatá, zenekar, ratatatatá, ratatatatatá, dadadam. És tudtam, hogy nem ezt kell énekelnem, de nem jutott eszembe, hogy mit. Megint zenekar, ratatatatá, ratatatatá, meg álltam, mint a... Mikor már negyedszer, nem tudom, egy néző megsajnált, fölordított. Mostanában én gyakran. De milyen jó, hogy vannak rajongók, nem? Akik kívülről tudják a szöveget, micsoda szerep. De ez egyébként olyan kellemetlen tud lenni, nem? Borzasztó. De hát ugye a színpad 60 percéből, én 60 percig mindig ott vagyok, és tehát, hogy sugunk egymásnak, hogyha baj van. De nem, tehát nézzünk egymást, és látjuk, hogy... Nem vagyunk eléggé frappáncsak. Drága emlékű Kós Jánossal volt egy duettem. Azt azért mondom, mert... Az életem egy szép regény, ha tudnám, újra kezdeném. Én elkezdtem, de ez televízió előtt.
Az első élő adás volt. Egy rejtett kiskapu, hol órákozhat, vártam, hogy Jani jött. De nem juttat eszébe egy szót sem. Az akkor hímált házasztály, az van, de hát a bejzősz miért, de az a zsákos bárdok. Egyen meg. Nem szavartam. Azt mondta, én már nem tanulok meg új szöveget, de ez 15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt 20 volt. Évvel ezelőtt volt. Jaj, de annyi dal tudok én. De megmaradt kettőnknek az egy duettje. Azt tudom, hogy nagyon szeretek utazni, imádtok utazni, olyannyira, hogy volt egyszer egy 6 hónapos világkörüli utatok. Az már se szép volt, igen. Az életem egyik legnagyobb érmény. Tehát, hogy leültetek egy asztal... Nem, egy tévétársaság megkért minket, megkérdezte. Én ott hagytam a Csináljuk a Fesztivál című műsort emiatt. Pedig abban milyen sikered volt. Pedig milyen sikerem volt, csak nem a Klárikával voltam, és ez engem zavart. De aranyos. És akkor felajánlották. Meséljetek arról, hogy egyébként mi volt a legnagyobb élmény, szóval 6 hónapig távol lenni és körbejárni a világot, azért az hát egy... Hát az, hogy a Finnország után, Kuba után, Tájföld után, Ausztrália, félelmetes. Amerika. De ha a legnagyobb élményt akarom ebből... Na kíváncsi vagyok neked, melyik? Na. Ekvádor. Ekvádor, igen. Nem neked csak is? Az, hogy... Igen. Az ekvádori dzsungelbe is voltunk, ami hát soha többet nem tudnám megcsinálni. Küldtetek képet, és én nem tudom, hogy ez ott készült-e. Most mutatunk, ahol majmóca van Klári ja. vállán. Tehát, a majmok a vállamon, igen, ez megharapott ez a rohadt dög, persze. Bocsánat. Ez nem az a tájföldi? Ez, ahol állatgondozó voltam. Hát a só kedvéje sok minden. Ezek piszkosak voltak nagyon. Az nincs meg, ahol tájföldön belém szeretett egy orangután. Nem, Gyuri, itt vagy a dzsungelben. A belém szeretett egy orangután? Egy nőstény orangután. És hogy szeretett belém szeretett? Azt a képet nem találtam nem meg, így átölelt, és nem engedte. Hát, te tudod, milyen karja van? Ilyen karja van, és ekkora fogai vannak. És ültem, és fogta. A csaj meg fogta, és állandóan hozzám nyomta a fejét. De az, én meg mondtam, gyerekek, szóljatok a gazdájának, vigye már a túróba el, meghalok itten. Ilyen karja volt az ipsének. És nézeges, piszkálgat, szagol, mint egy nő. Hosszasztó volt. Nő volt, nőstény volt. Na de... Hát nem embernő. Hát nem embernő. Gyurikám, ott a dzsungelben vagyunk, a gyerek, ha hátranézel, meglátod. Volt ezek a kis fűszoknyás kis gyerekek között táncolsz, vagy nem tudom, mit csinálsz. Ez Ekvádor. Ez az ekvádori kép. Ez a dzsungelben. És én hirtelen ránéztem erre a képre, és azon gondolkoztam, hogy hogyan került melléd Jockey Ewing. Mert hogy... Komolyan mondom, hogy kétszer, de most megmutatom, nézd meg, hát direkt összemontíroztuk. Jaj, hogy, de... Hogy tényleg hát megvoltam... Hát az én vagyok. Gyuri, hát tisztára úgy nézel ki, mint a Jockey Ewing. De nem úgy, nem, most komolyan nem emlékszem. Szuper jó. Hát nézd hát meg. Hát eladlak Amerikába, movie star-ba. Jaj, teljesen le voltam többen, vagy mert láttam veletek, minden Cherrel is összeálltatok, hát mondom, a Jockey Ewing is ott boklászott épp. Tényleg, de jó, milyen opa. Jó szemed van. Ezek az indiánusok, milyen érdekes dolog volt ez is. Egy ilyen indián faluba mentünk, se meleg víz, se áram. És azt mondták, hogy elvitték katonának ugye ezek a fiatalokat, és az volt az érdekes, hogy a leszerelés után 95% visszament. Igen. Tehát nem maradt, holott mi voltunk ugye Ecuador fővárosában, Quitóban, ahol ugyancsak egy csoda élményünk volt, sétáltunk, ki van írva Hungarian Street, Magyar utca. Mondom, Klárinak, te, ott egy vitéz van én szobron, de ez nem Ekvádor, erre megesküszöm, mert mentébe, meg karddal, ez nem Ekvádor. Petőfi Sándor szobra volt. Igen, meg ott közel meg. Úgy meghatottunk, hogy elénekeltük itt a van, igen. Tényleg. Igen.
Igen, már akkor régóta úton voltunk, sírtunk. Akkor igen. Teljesen. Ez most olyan szép végszó volt, hogy mondanám, hogy elköszönök tőletek, de biztos nem köszönök el úgy tőletek, hogy te ne énekelj nekünk. Jó. Nem kellett sokáig győzködni, hála Isten. Elmondod, hogy mit fogsz énekelni? Egy olyan dalt énekelek el, amiről nem gondoltam volna, hogy 61 évvel ezelőtt, mert életem első fellépésén énekeltem ezt a dalt, és most együtt fogjuk énekelni, ez hihetetlen. De hát köszönök önöknek mindent. Ne. Jaj! Állok a parkban és sámít a csillagos ég. Érzem a számon a reszkedő ajkalízét. Nézem az égen a cinkosan kémlelő holdat. Jó veled járni és várni, hogy mit hoz a holnap. Volare, oh, cantare, oh. Ne félj, csak repülj velem. Fent vár egy nagy szerelem, és az álmaink, vágyaink, szárnyai vártatunk végtelen célok felé, ahol gondtalan nézhetünk boldog a fulna felé. Aztán cél nélkül kószálunk, dúdolunk együtt egy dal. Volare, felice di stare lassù, come prima, più di prima, davvero. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Io il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, come prima. A vendégeim.